Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma április 6-án egy spontán kirakással mit érez, mit gondol a lélektársad most, és mi a meglehető következő lépése? Mielőtt persze a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. De még én mielőtt a kártyákat keverem, élvezd a hegyi kristályhangtál rezgését, hunyd be a szemedet. Koncentrálj, mit gondol, ha rád gondol, 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 és mit érez, ha rád gondol, mit érez, ha rád gondol, mit érez, ha rád gondol, és mi a meglehető következő lépése, mi a meglehető következő lépése. Mi a meglehető következő lépése? És nézzük meg az utolsó kártyát. Itt látom, még ez mindig rejtve van, ez még eldugva van, rejtve van, nem tudjuk, hogy hogy alakul tovább. Szóval ez még egy kicsit a titkot mutatja, a sorsot, hogy ez már le van írva, de még nem tudjuk, hogy hogy fog ez tovább alakulni közöttetek. És most, hogyha megnézzük, hogyha rád gondol, nagyon-nagyon keresi a nyitját, hogy milyen irányba is fog ez közöttetek, szóval tovább fejlődni, mint ahogy látod, itt a kulcs. Ő nagyon szeretné tényleg ezt a kulcsot megtalálni, a nyitját az egésznek megtalálni, hogy hogy is tudjon irányodba nyílni. Nagyon sokat gondolkodik ezen, és nagyon szeretné tényleg, azt szeretné elérni tényleg, hogy azt szeretné elérni tényleg, hogy ez itten kivilágosodjon, hogy ez világossá váljon neki, hogy ezek a negatív gondolatok elmúljanak tőle, és várja tényleg, hogy itt a csillagok őtet vezessék, szóval az univerzum itten vezesse, hogyha te rád gondol, érzi, hogy valami módon kötődtök egymáshoz, hogy az univerzum vezeti őtet is, és érzi eztet a kötődést irányodban. Mit érez a szívébe irányodban? Hát azt látom tényleg, hogy az új kezdetet érzi. Nagyon szeretne egy új kezdetet, és szeretné tényleg a szívébe ezt a bátorságot érezni, hogy mikor tud ebbe az új kezdetbe belelépni, és úgy látom, hogy nagyon szeretné tényleg ezeket a félelmeit újra leküzdeni, vagy elengedni, mert itt az új kezdet, itt van szintén közöttetek, vagy a szívében, hogy igen, ő a lélektársad, de igen, vannak még félelmek, ami szintén a holdciklussal lehet összekapcsolattal jár, vagy feljönnek a mélységből, feljönnek ezek az érzések. Hát ez tényleg nagyon-nagyon intenzív érzések vannak neki a szívében. És hogy alakul a mai napon tovább? Hát itt van tényleg, hogy ez mélyebbre tudna már ez az egész menni, mélyebb lehetne ez az érzés szintén neki, de úgy látom itten tényleg, hogy a fején áll ez a ház. Ez azt szimbolizálja tényleg, hogy még nem találta meg ezt a biztonság érzés, most ez is a fején áll, és ez egy karmikus folyamat, ez azt jelenti, hogy ez ismétlődik egy múlt életi dologból, hogy újra ismétlődik ez, és hát ez igen, egy karmikus kapcsolat is, azt kell, hogy megtalálja az önbizalmát, az önszeretetét, az önbefogadását, hogy ne legyen félelemben, megengedje ezeket a mély érzéseket magának. Húzzunk még egy kártyát neki, mit üzennek még neki a lélektársadnak. Hát ő most még nézi, vagy próbálja, hogy na most így csináljam, vagy úgy csináljam, hogy
hogy teremts magadnak valami újat, hogy teremts magadnak valami helyet az újnak. Az a lényeg, hogy az újnak teremtsen magának helyet, és húzunk még egy kártyát neki. Igen, hát az a lényeg, hogy ő őszinte legyen. Persze nem csak te veled, hanem önmagával is. És az őszinteség angyala kíséri, hogy legyél őszinte magadhoz, és az emberekhez körülötted, mert csak úgy leszel szabad, hogyha te őszinte leszel, kisugárzod a megbízást, az integritást, és akkor a te körülötted levő emberek is őszinték fognak veled lenni. Húzzunk még egy kártyát szintén, neki. A kettő is kijött, és azt mondja a kártya, hogy igen, eljött az ideje, hogy letisztulj, hogy tisztítsunk, valamit letisztítsunk. És az, hogy ha a szíved fázik, akkor sírok. Hagyjad, hogy megmelegítsen téged a meleg napsugarak a szívedben. Ezt üzenik neki a tündérek. Szóval tündérek nyitják ki a szívedet, úgy hívják ezt a szívecske kártyát. És remélem, ez tetszett nektek, be tudtátok fogadni. Hogyha így volt, nagyon örülök, hogyha lájkoltok, ha kommentoltok, ha feliratkoztok a csatornámra, és legközelebb szintén velem tartotok. Készítek nektek még egy videót, egy hosszabb videót, valamint az ikerlángoknak a videóját is, mert most persze portál napok vannak, 10 nap egymás után, még holnap is, holnap után is szintén, és megnézzük, hogy milyen volt a kihatás, vagy hogy alakul ez közöttetek. Nagyon köszönöm nektek, és sok szeretettel búcsúzok tőletek. Sziasztok, Valéria!